Kedves amerikai nézőm, Hargitai Lajos, Vas Albert barátja, emlékének hűséges ápolója, aki, emlékeznek, Vas Albert egykori szanfranciszkói beszédével ajándékozta meg a világpanoráma nézőit. Nos, Hargitai Lajos mesélte, hogy ifjú korában egy ausztriai egyetemen német professzora, Johann Reiner könyvben is kiadott előadás sorozatot tartott a magyar történelemről, így a Mohácsi vészről. Nos, Johann Reiner professzor egészen máshogy adta elő a magyar államiság végét, Magyarország felosztását okozó csata előtörténetét, mint ahogy nekünk tanítják. Ugye állítólag a csata kimenetelét megváltoztathatta volna, ha a szapolyai János vezette erdélyi sereg nem késik el. Nos, a német professzor kutatásai alapján mindez másképp történt. Habsburg Ferdinánd császár trónszerző és birodalomnövelő és udvartartási étvágya miatt veleiig eladósodott az Augsburgi Fugger bankár családnak, az akkori világ Rothschildjeinek. A Fuggerek persze vissza akarták kapni Uzsora kamatra adott pénzüket és azt tanácsolták a Habsburgnak, szerezze meg a magyar felvidéki aranybányákat és pénzverdéket. Igen ám, de hogyan? Magyarország még áll. Magyarország még Európa nagy királysága. Igaz, második Lajos magyar király felesége Mária Habsburg, és a török is közelít. Hát Magyarországot el kell veszejteni. És akkor Habsburg fennhatóság alá kerülhet a magyar felvidék körmöci aranyával egyetemben. Nos, Reiner német professzor szerint a Mohácsi csata előestéjén szerencsétlen sorsú Lajos király gyors futárt küld a Szegednél táborozó erdélyi sereghez, hogy az jöjjön mielőbb kiegyenlítve a török túlerőt. Ezt a futárt a fuggerek és Habsburgék elfogadják, és a meghamisított magyar királyi pecséttel egy másik levelet küldenek szapolyai táborába. Ebben az áll Lajos király utasítása, az erdélyi sereg maradjon veszteg, sietnie nem szükséges, mert elegen vannak a királyi táborban, hogy legyőzzék a törököt. A Mohácsi csata elvész, Magyarország elvész, máig nem talál magára. A király meghal, a magyarság színe java ott pusztul Mohács alatt. A Habsburgok a királyné révén megszállják a felvidéket, annak aranybányáit, pénzverdéit. A fuggerek visszakapják a Habsburgoknak juttatott hitelt az uzsora kamattal. És ez nem antiszemitizmus, félreértés ne essék. Ez csak egy nemzethalál üzleti története. És ha még a német professzor történetéhez hozzáteszem, hogy 12 esztendővel a Mácsi csata előtt 1514-ben hogyan írtotta ki magát a magyarság, főleg alsó Magyarországon, megkönnyítve a török útját. A pápa akkor végre keresztes hadjáratot hirdet annyi sok év után a török veszély miatt. Összegyűjt rengeteg pénzt. Ezt Budára küldi, hiszen Magyarország a kereszténység védbástyája. Pestre gyűl sok ezer magyar keresztes, egyszerű, dolgos ember, akinek már az eljövetele sem könnyű otthonról, dolog időben, ráadásul el kell látnia magát. A keresztes sereg élére egy Nándorfehérvárnál török elleni párbajban hírnevet szerzett Székely Vitéznemest Dózsa Györgyöt teszi meg a király. A hatalmas keresztes sereg el is indulna, ám a pápa által Budára küldött pénz, a törökelleni háború ára, költsége szőrén szálán eltűnik. Pontosabban eltűnik szerencsés Imre kincstáros keze alatt. Ez a szerencsés Imre szerencsés csillagzat alatt született, mert nem csak kikeresztelkedett, odahagyta ősei hitét, de még új hit sorsosait is jól átverte. Pénzügyminiszterként, vagyis kincstárosként megszabadította Magyarországot. No nem a töröktől, hanem a török elleni háború fedezetéül szolgáló nemzetközi pápai segélytől. Így aztán a magyar keresztesek lázongani kezdenek majd fellázadnak, hiszen élelmük nincs, mindent e felszabadító hadjáratra tettek föl, és most egyszer csak nincs telenül, megszégyenülve haza kellene térniük. A lázongásból paraszt háború lett, amelyet a nemes Dózsa György vezetett, és a vége Magyarország felégetése, pusztulása, még mielőtt a török alsó Magyarországot, a szerémséget támadta volna. Egy nemzet halál üzleti előtörténete. Hogyan lehet palesztinná gyűlölni, megosztani, terrorizálni, kifosztani bennünket, elvéve földünket, vízünket, aranybányáinkat?